szorongot és az ütőjét, de érkezett a segítség. Mondog. Kangyalnál a korong viszi hátrafelé, hát a légióról, akkor ugye 6 szlovák légiós az Újpest együttesében. A bajnoki döntő mérkőzései során azt hiszem, hogy ez már nem is nagy kérdés, mert vezet az Alba Volán Pevita. Egy egészen furcsa szituáció, úgy volt már, vagy úgy nézett, hogy megvan a korong az újpestieknek, megvan a korong Sájevicnek, de mégsem. A Bocskai féle sor újra gólt szerez. Ez ilyen harakiri kapusoknak, egy előrejtett korong, le akarta kezelni Sájevic, és most az az igazság, azon pillanatban megfájdult a hasam. Kovács Csaba a gólszerző, hát nem csodálom. Vele tudom magam képzelni Sájevic helyében, iszonyú fájdalmat tud okozni. Szerintem ez fél évig fogja álmában Sájevic, így felriad, és kiveri a merítség. Iszonyú lehet. Hát említetted, hogy Norbert Mozolány nem védett már még egy percet sem a felnőtt csapatban. El is jött az ideje, beszéltünk a szlovák junior válogatottról, Sájevicet azonnal lecserélik. Ez most kapuscserével kezdődik ez a mérkőzés. Egyébként, ha azt mondtuk, hogy nem jogos kapuscsere az előző mérkőzésen, amikor Sájevic két olyan gólt kapott, amiről nem tehetett, ez, mivel te is mondtad, hogy még egy év múlva is erre ébred majd rossz álmából, ez alig, hanem jogos kapuscsere.